Szevasztok, ez itt a Sprezzatura by Bihari YouTube csatornája. A mai témám egy picit körbeöleli a kézzel készített cipőknek a témakörét, és azon belül is a mai címszereplőnk a Vas Manufaktúra ikonikus modellje. Ugye ez a videó azért is készült el, hiszen az első videók között csináltam a Vas Manufaktúrának az 5 klasszikus modelljéről egy átfogó videót még 5 évvel ezelőtt, és ez egy jó újrakezdés és egy jó visszatekintése a honnan hova. És ha megnézitek azt a videót, akkor lehet látni, hogy a klasszikus cipők tényleg nem változnak. És ez nagyon-nagyon jó, hogy 5 év távlatából is. De ami igazán szívmelengető, hogy tényleg van egy olyan márka, amit, hogyha a klasszikus öltözködésben bárhol kiejted azt a szót, hogy vasshoes, azt a világon mindenhol ismerik. Ázsiától, Rómán át, Anglián keresztül, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, amire tényleg büszkék lehetünk. Tehát az egyetlen egy olyan világhírű márka az öltözködésen belül, ami tényleg kultúrája van, és a jó hírét viszi az országunknak. Úgyhogy én is nagy szeretettel ajánlom nektek. Csalódásmentes, kompromisszummentes, egy fantasztikus üzlet van a belváros szívében, a Haris közben, amit Vas Lászlónak a tűpontos ízlésének köszönhetően lett megvalósítva, egy-két fantasztikus kortárs remek művel, úgyhogy menjetek, vásároljatok, és tényleg azt kívánom, hogy előbb-utóbb tapasztaljátok meg, hogy mit is jelent egy kézi cipő, egy kézzel varrott cipő, ami évtizedeken keresztül, ha ápoljátok, akkor hűtársatok lesz. Cary Grantnek volt egy zseniális mondása, ő azt mondta, hogy egy igényes férfi legalább annyi pénzt költ a cipőire, mint az öltönyeire. És azt hiszem, hogy ebben nagyon sok igazság van, hiszen a cipő az, ami egy összeállítást porig tud rombolni, vagy nagyon fel tud emelni. És a magyar utcaképnek azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb problémája, ami a férfiak öltözködését illeti. Nyilván nem arról szól a történet, hogy mindenkinek vas cipőben, kézzel varrott cipőben kell járnia, mert akkor nem vagy ember, szó sincs erről. Ettől függetlenül hiszem azt, hogy egy olyan másfajta világot tud egy ilyen cipő nyújtani komfortban, időtállóságban, megjelenésben, amire érdemes költeni, és érdemes koncentráltan költeni. De mire gondolok pontosan? Azt tapasztalom, hogy egy átlagos cipő 1-2-3 évet bír ki, silány minőségű a bőr, gyenge az elkészítési mód, és egyszerűen a divat, trendek, generálta formák nagyon-nagyon rövid időn belül egyszerűen elvesztik a létjogosultságukat. És a klasszikus öltözködésen belül a klasszikus férfi cipők egyszerűen évszázadokon keresztül bebizonyították, hogy a formák igenis működnek. Nyilván egy picit ezzel lehet játszani, hogy az orra jobban bukik esetleg egy derbinek, egy Oxfordnak, vagy éppen a kezemben látható bakancsnak, csizmának, de azt hiszem, hogy az alapelvek tényleg ugyanazok. Bicolor, tehát kétfajta színből, kétfajta bőrtípusból készül el. Ugye egy klasszikus borjú box, a cipőnek az alsó része, a felső része pedig egy hasított bőr, és egyszerűen a két színnek a harmóniája az valami egészen elképesztő. És pont ugye a kettősségének a mixe, az eklektikája adja meg az egész cipőnek a sava borsát, ugyanis nyilván az alsó rész az, ami az időjárási körülményeknek jobban ellenáll, a felső rész pedig azért nagyon jó választás, hogy hasított bőr, tehát hogy könnyen a bokacsontra fel tudja venni a lábnak a formáját, nem áll el, tehát sokkal elegánsabb, sokkal decensebb az egész, és hogyha megnézitek, akkor nagyon jól lehet látni, hogy az első 4 cipőfűző lyuk az ringlizett, és utána pedig kapcsokon keresztül lehet a fűzőt szépen bekötni. Úgyhogy ez a modellnek a téli verzióját még maga a talp adja meg, ugye ez egy Dynite talp, aminek a lényege, hogy nagyon-nagyon-nagyon rugalmas a gumi hatására, és ellenáll az időjárás ...nak a zord körülményeinek. Ezek a tappancsoknak köszönhetően segíti azt, hogy nem csúszik annyira, illetve sokkal inkább melegebben tartja a lábat, mint mondjuk egy bőrtalpú cipő. Ez nagyon fontos. Maga a cipőnek a típus, ennek a bakancsnak ugye ez egy derbi típusú cipő, egy semi-derbi, ugye lehet látni, egy semi-plain változat, és igazából viselés szempontjából nyugodtan fel lehet venni egy jó farmerrel, egy jó grey flannel nadrággal, vagy akár öltönnyel. Egy dolgon múlik, amikor egy ilyen típusú cipőt viseltek, hogy a nadrág
az mennyire takarja el a cipőt, illetve a cipőből mennyit enged mutatni a nadrág. Én azt javaslom, hogy öltönyöz lehet egy picit hosszabb, de a szárbőség viszont nagyon-nagyon fontos, tehát ezek a szétszűkített slim nadrágok nem megfelelő egy ilyen típushoz, mert ráfeszül, és beakad ezekbe a kapcsokba, és egy diszkomfort érzetet ad. Tehát igenis nyugodtan egy 19,5-20 centis szárbőséget érdemes viselni, ugye a szárbőség az a nadrágnak a teljes szélességét jelenti centiben, és amikor mondjuk egy gréflemellel, vagy akár egy jó farmerrel viselitek, akkor igenis lehet a nadrágnak a hossza akár rövidebb, feltűrve. Szóval ez a cipőtípus, ez a bakancs rengeteg stílusnak ad teret. Ugyanúgy, ahogy egy casual öltözködésben nagyon jó, akár egy klasszikus smart casual öltözködésben is nyugodtan fel tudjátok venni, vagy egy business casual. Tehát igenis, öltönnyel, garbóval, akár ingel, nyakkendővel, hiszen ez volt régen a klasszikus utcaképnek Angliában egy nagyon-nagyon-nagyon jellegzetes része, öltönnyel viselve. És ugye maga a formája nagyon hasonlít a bámorához, ami a cipő típusok között az egyik legkülönlegesebb, de erről majd egy következő videóban fogok beszélni. Illetve kommentben írjátok meg, légy szíves, hogy milyen cipő típusról hallanátok a jövőben szívesen, milyen cipő típusokat elemezzek, ami leginkább számotokra érdekes, vagy nagyon keveset tudtok esetleg róla. És ha a főszereplőnkről szeretnétek még bővebb információt, vagy szeretnétek egy-két fantasztikus képet megnézni, amit Erdély Gábor barátom készített, akkor látogassatok el a weboldalamra, és ott blogok, cikkek formájában még hasznos tudás birtokába fogtok kerülni, mert ne felejtsétek el, a stílus van, minden van.